mikor jöttetek? Egész hétre jöttünk el, tegnap már itt voltunk. És hogy érzitek magatokat? Nagyon, nagyon jól. Ez az első szántos élményünk, úgyhogy... És kire jöttetek elsősorban? Hát kire jöttünk? Martin Garrix. Martin Garrix, DJ Snake. Főleg rájuk. Ellaire. Én még rá is. Mennyire szoktatok odafigyelni az egészséges életmódra és a sportolásra? Hát én táncolok, úgyhogy szeretem. Mit táncolsz? Hip-hop. Úgyhogy... Hát egészségesen étkezünk is, úgyhogy erre is figyelünk. De azt tudtátok, hogy egy óra tánc alatt 600 kalóriát el lehet égetni? Hát most már tudjuk. Jó, és mi lesz most este? Jonas Blue, igen, és Chainsmokers, őt is nagyon várjuk. Akkor jó szórakozást, köszönjük! Sziasztok! Mi az, amit idáig sikerült kipróbálni a Balaton Soundon? Óriás kerék, vagy esetleg nem is tudom, röplabda? Én a tavalyi évben voltam óriás kerekezés, a bungee-ról is le akartam ugrani, csak aztán nem volt hozzá bátorságom, de idén remélem, hogy kipróbálom. És te? Én teljesen új vagyok, tehát én ilyeneket nem próbálok ki, nagyon félek a magasba, úgyhogy nem. Ez így számomra egy kicsit kivétel, szóval én nem szoktam ilyeneken. De látom, megtaláltátok a biztonságos hintát. Ez is veszélyes egyébként. De amúgy tényleg itt hát... Mindegy, szóval ez is viszonylag veszélyes, de azért jó. Szoktatok-e sportolni? Persze. Én akrobatikus rakendroztam, ritmikus gimnasztikáztam és talajtornáztam. Az igen. Én pedig szinkronúztam a BVSC-ben 10 évig, utána válogatottban 2 évig, és most hát 17 évesen hagytam abban, most vagyok 20 éves. Az egyetem miatt kellett abba hagyni egyébként. De most is benne vagy az úszócsapatban. De most is benne vagyok az egyetemi úszócsapatban, igen. Az nagyon, a szinkronúszás az nagyon szép. Igen. Az nagyon szép. Jó, és te még folytatod tovább én esetleg? Én folytatom már tovább. Hát az egyetem miatt az így nem nagyon lehet. Ezek az a sportok, amiket akkor visz tovább az ember egyetemre, hogyha már nagyon profi szinten van, de amíg, hogyha ott tartasz, hogy ilyen, hát hogy is mondjam, országos szinten vagy csak, akkor már nem nagyon van értelme továbbvinni szerintem egyetemre. Rontja a tanulmányokat. De most itt legalább ki tudjátok táncolni magatokat. Mire hát, mentek este? Igen. Hát mindenképp szeretnénk megnézni Chainsmokers. Az biztos. Igen, egyébként meg itt vagyunk még 2 napig. Nem tudom, ami jön, azt megnézzük. Szóval nincsen egy konkrét terv. Alapból szeretjük a Balatonszálnak a feelingét, meg a társaság miatt. Akkor jó szórakozást és további jó hintázást! Sziasztok! Nagyon jó a sminketek! Mi ez a csillám? Hogy csináltátok? Meg látom, ilyen pöttyöket is ragasztottatok fel a homlokotok. Hát ez az ő találmánya, nem az enyém! Mondom, ez a ma estére készül, és mire mentem majd elsősorban? Hogy hát nagyon hallak. A Jonas Blues, Jonas Blues! És mire megyünk még? A Chainsmokersre megyünk. Meglátjuk, még nem tudjuk. Szoktatok-e sportolni? Igen, azt mindenképp, rendszeresen. Sportolni szoktunk. Igen, sportolunk. Micsoda? Hát fut, én bicizizek, illetve edzőterembe járok, heti 3-szor. Heti 3-szor te is? Hát azért nem, mert az időbeosztásomban nem fér bele, de heti 1-szer mindig. És az egészséges táplálkozással hogy álltok? Jó, gondolom itt most nem kell odafigyelni, nyilván, de egyébként a hétköznapokban. Hát nagyon egészségesen táplálkozom, alapvetően megpróbálok egészségesen nyilván táplálkozni, zöldség és csirke, és néha egy kis lángos belefér. Hogy jön ide a lángos? Balatonon vagyunk.